23 éve szervezi meg a Tatai Regatta versenyt, az idén 25 éves jubileumát ünneplő Tatatóvárosi Vízisportegylet. A regattát azzal a céllal hozta létre az Egyesület, hogy a fiatalok biztonságos versenypályán mérethessék meg magukat. Nagyon szerény körülmények között indultunk, tehát egy szűk kis lelkes családi kör alapította a Tatai Evezős Klubot, hogy Tatán, ami egy nagyon nagy múltú vizes város, az evezést is tudjuk népszerűsíteni. A különböző cégek adakozásból, adományokból segítettek egy kisebb házzal, a külföldi partnerünk, a Worms Evezős Klub hajókkal segített, így indult el a klub 25 évvel ezelőtt. Mára viszont már egy nagyon erős kis sportegyesület vált belőle, tehát a vidéki egyesületek között a középmezőnyben vagyunk. Ez a tavalyi eredmények, illetve a fejlesztések is alátámasztják. Két táv van, tehát van ez a klasszikus 500 méter a gyerekeknek, illetve egy 6 évvel ezelőtt elindítottunk egy tókerülő versenyt, ami a part mentén egy 5 kilométeres verseny. Ez a felnőtteknek, idősebbeknek, de vegyesen mindenféle csapat elindul, és ez egy inkább egy ilyen buli szám, de nagyon, nagyon közkedvelt. Tehát idén 16 egység indul el ezen a versenyünkön. Az idén először váltottunk, és nem a Vízzene Fesztiválon szervezzük ezt a versenyt, hanem egy héttel később, és így szombati napra át tudtuk tenni a versenyt. 12 egyesület jött, és körülbelül olyan 170 beülésünk van. A versenyzők között vannak 11 évesek, és vannak 18 évesek, illetve a tókerülő versenyre felnőttek is jöttek. Felnőtt 4 pár, 2 pár, 1 pár evezősünk is lesz tókerülésre. Nagyon sok evezősünk nincsen, de vannak Masters versenyzőink is, ami nagyon jó, és ez az idei évtől lesz, hogy először indulunk Masters számba. Van serdülő evezősünk. És hát a kicsik azok egyelőre csak a partról szemlélődnek, mert ők az idén kezdték el az evezést, vagy kezdik el az evezést. Reméljük, hogy jövőre ők is már a regatta résztvevői lesznek. Egyébként a többi egyesületből a legnagyobb létszámú a 11-13-14 éves gyerekek. Nagyon szeretik a Tatai tavat, még a szél ellenére is az egyesületek, mert ez egy biztonságos, jó belátható, nagyon szép környezetben lévő verseny. Én bizton állíthatom, hogy az ország legszebb versenypályája itt van.